Sárospatakon főként a nyári időszakban sokan a kerékpárt választják közlekedési eszközként. A Sárospataki Rendőrkapitányság egy a közelmúltban történt baleset kapcsán arra hívja fel a biciklisek figyelmét, hogy saját maguk és mások testi épsége miatt ők is tartsák be maradéktalanul a KRESZ szabályait. Ez a közlekedési baleset az állomás mellett történt, és a résztvevője egy elektromos kerékpáros, amely úgy hajtott ki a védett útvonalra, hogy nem biztosított elősőbbséget az ott közlekedő személygépkocsinak, elég közvetlenül behajtott és a személygépkocsival összeütközött. A kerékpáros súlyosan sérült a helyszínen, őt a mentők szállították el a sátorai kórházba. Ez a közlekedési baleset sajnos elektromos kerékpár hibája miatt következett be. Itt felhívnám a közlekedők figyelmét, főleg az elektromos kerékpárra közlekedők figyelmét, hogy rájuk is a KRESZ szabályok vonatkoznak. Igaz, hogy a kerékpárra nem kell semmilyen vezetői engedély, vezetői igazolvány, elvileg KRESZ tudás nélkül is lehet közlekedni vele, de hogyha közúton közlekedik, akkor a KRESZ vonatkozik rá, ugyanúgy meg kell adni az elsőbséget a más járműveknek, ugyanúgy kell közlekedni, mint hogyha más járművek közlekedni, mint egy gépi meghajtású járművel, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. A rendőrség szerint a szabályok be nem tartása mellett különösen is veszélyes egy-egy ilyen helyzet, mert szinte észlelhetetlen a szinte hang nélküli elektromos kerékpár. Főleg az idősebb korosztály használja ezeket. Annak kiváltására szerintem, hogy ezeket a kerékpárokat nem kell hajtani, csak idézőjelben a gáz kell húzni nekik, és emberi erőhatás nélkül lehet velük közlekedni. Ez nagyon jó dolog, viszont nagyon veszélyes dolog, mivel ezeknek a kerékpároknak semmilyen hangja nincsen. Úgy közlekednek vele, hogy a más járművezetők nagyon nehezen tudják őket észrevenni, főleg, hogyha még a KRESZ szabályokat sem tartják be, és közlekednek össze-vissza vele az út egyik oldalán, az út másik oldalán. Itt gondolkodtam rajta, hogy kinek hívjam fel a figyelmét erre. Annak idején a szülők figyelmét hívtam fel arra, hogy a gyerekeikre figyeljenek oda. Most a gyerekek, nagyobb gyerekek figyelmét hívnám fel arra, hogy figyeljenek oda az idősebb szüleikre, akiknek ilyen kerékpárt vásárolnak. Általában a gyermekek vásárolják a szülőknek ezt a kerékpárt. Tartsanak nekik KRESZ oktatást. Mondják el nekik, hogy ezekkel a kerékpárokkal hogy lehet közlekedni, milyen szabályokra figyeljenek oda, pont azért, hogy ezek a közlekedési balesetek ne következzenek be. A benzinmotoros kerékpárok is megjelentek a városban, amelyeket szintén szívesen használnak az idősebbek. Ezekre is vonatkozik a KRESZ, hangzott el az eset kapcsán.